Összesen 269 mézminta érkezett a zsűri elé az idei gyulai versenyen, ez csupán 3-mal kevesebb, mint a tavalyi évben, amikor a Méz és Mézes Kalács Fesztivál keretében kihirdették az eredményeket. A rendezvény 2020-ban a járvány miatt elmaradt, a versenyt azonban most is lebonyolították, és az elmúlt hétvégén az év kiváló mézedíj is gazdára talált. 2020-ban a legmagasabb pontszámot Simai Krisztián kisújszállási méhész repceméze kapta. Gyakorlatilag néhány éve szakadom méhészettel, tehát nem olyan túl régen, olyan 7 éve körülbelül. Nagyjából jelen pillanatban 62 méhcsaláddal teleltünk be, és hát bízunk vele jobbakban. 2018-ban is sikerült ezt a remek nívós díjat elnyerni, ami gyakorlatilag ugye szívet melengető, de erre abszolút nem is számítottunk, tehát borzasztó, hogy meglepetésként jött bennünket, hogy az ismét sikerült. Simai Krisztián már nem először vesz részt a gyulai versenyen, mi több nem is először nyeri el az év mézedíjat. A zsűri a különböző minősítéseket is közzétette az elmúlt héten, a versenyzőkkel pedig online közölték az eredményeket. 2020-ban 82 arany, 53 ezüst és 80 bronz minősítést ítélt meg a zsűri. Természetesen olyan méz is érkezett a versenyre, mely nem nyert el minősítést. Árgyalán János szerint azonban ebben a csoportban is lehetett találni ígéretes mézeket. Ez a végeredmény csupán a verseny mezőnyének az erősségét tükrözi. Az év méz az egy repceméz lett. Repcemék kategóriában indult a Simai Krisztián, egy kis újszállási méhész. A dolognak az érdekessége az, hogy ő már volt egyszer az év méze nyertese, úgyhogy most ismételt, ezúton is gratulálunk neki. Én azt gondolom, hogy ez igazolja az, hogy ő igazán jó minőségű mézet tud termelni, és hát nem szakadt meg a lelkesedés, töretlen lelkesedéssel minden évbe szokott nevezni, és akkor ismételten meghozta a gyümölcsét, az ő jó munkája. Az idei termelési szezonban a repce volt, mely jelentős mennyiséget hozott a méhészeknek, emellé társult a minőség is, így az idei versenyen sem volt meglepetés, hogy a repce kategóriában volt a legszorosabb a megmérettetés.